A serdülőkorban, illetve a felnőtt kor küszöbén még lappangó módon megnyilvánuló művészi hajlam kifejezésének nagy lehetősége a második Gézára, az iskola névadójára emlékeztető éves rendezvénysorozat második nagy eseménye, a Géza Gála. A világ megváltó színpadot veszik birtokukba a tanulók, akik szólóban, duettben, zenekarban, bohózatokban, önálló színdarabokban, fő- és mellékszereplőként próbálják meglepni a nagy érdeműt, és persze egy picit önmagukat is. Nagyon sokszor az iskolapadban, a helyi közéletben kevésbé ismert arcukat mutathatják meg. A Géza Gála oly népszerűségnek örvend a településen, hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház befogadó képessége kicsi ahhoz, hogy csak egy kétórás előadást tartsanak a második Géza gimnázium tanulói. Ami az ötleteket, a kínálati palettát illeti, bizony minden évben a bőség zavarában kell eligazodni a döntenie a gála koordinátori szerepét betöltő tanárnőnek. Szerencsére minden évben összejön annyi szép produkció. Egyrészt a gyerekeink nagyon tehetségesek, különböző hangszeres tudásban járnak a zeneiskola, az általános iskolában van zenei, alapfokú művészeti képzésben zeneiskola, van tánctanítás, és amikor fölérnek hozzánk a gimnáziumba, akkor folytatják ezt a tevékenységet, onnan is sok szép produkció összejön. Másrészt pedig a közösségépítés a szempont, hogy az osztályok ilyenkor előállítanak egy kis színdarabot, és ez összehozza a közösséget, kitalálják, hogy mi legyen, eltervezik az előadást, megcsinálják maguknak a jelmezeket, kitalálják a forgatókönyvet, és természetesen az osztályfőnökök, a tanárok is ilyenkor sokat segítenek, megvizsgálják, vagy nézegetik, figyelik a gyerekeknek a produkcióját, és nyesegetik, ugye, hogyha esetleg egy kicsit merészebb a dolog. Az egyes osztályok jelenetei, bohózatai, hova tovább önálló színdarabai adják a Géza Gála gerincét. Benne bőséges humorral, váratlan, meghökkentő, általában tragikomikumba hajló jelenetekkel. Mindez amatőr színészi képességet is felszínre hoz több tanulónál. Most is így történt. A bohózatoknál nagyon fontos szerepe volt a gyerekek mozgásának, általában a testbeszédnek, a mimikának, a gesztusoknak, úgy általában a metakommunikációnak szaknyelven szólva. A színdaraboknál is feltétlenül, mert ahhoz, hogy a poénok hatásvadász módon célba érjenek, a jó verbális kommunikáció mellett szükség volt a felsorolt erényekre. Nagy sikere volt egyébként a meseirodalom népszerű darabjának, a Shreknek bemutatása a 11. évfolyam A és B osztályalattól. A Shreket adtuk elő, ugye bár mindenki ismeri, nagyon népszerű mese ugye világszerte. Nagyon jól fogadták mindenki, hál' Istennek, a délutániba. Remélem az estében is ugyanígy fogják fogadni a kedves nézők. A 11 A és B osztály oly mértékben összeforrt a Géza Gálákon való közös szereplés során, hogy már most a jövő évi darabon ötletelnek. Próbálunk jövőre is egy ugyanilyen jót összeállítani. Az osztályoknak a jelenetei a gerince a műsornak, és emellé illesztjük hozzá a szóló számokat, a hangszeres szólókat, a szavalatokat, az énekeket, a táncokat, és akkor így megpróbálok egy olyan évet, általában az utóbbi pár évtizedben én csináltam a szervezést, igyekszem arra törekedni, hogy legyen egyfajta íve a műsornak, és természetesen a finálé, hogy minél hatásosabb legyen. A versek, a népdalok, a népi zenekarok fellépése után
Második Géza korát megidéző öltözetben láthatatlan emberek egész sora foglalta el a színpadot, és mint egy varázsütésre ezer évet ugrottunk a történelembe. Amikor megnyíltak az apródok szerzetesek, vagyis a Második Géza gimnázium tanárai egy népszerű abba számra koreografált diszkótánc mozgásukkal.